Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Juha Ildikó, az ATV főmunkatársa, kezd itt csokolom, szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Péter, üdvözlöm a kedves nézőket! Ildikó, amikor most beszélgetünk itt, őszentsége már a levegőben van, és irány Budapest, a kapitány köszöntötte, és útban vannak hozzánk. Ott volt a sajtótájékoztatón, amit a miniszterelnök helyettes tartott, úgy hívták, hogy operációs sajtótájékoztató. Operatív törzsnek a sajtótájékoztatója. Mit érez ilyenkor egy magyar újságíró, amikor egy pápa ide látogat, pedig a világ elég nagy, és nem mi vagyunk a az, hogy a sajtótájékoztatón ott voltam, ugye, mint újságíró a feladatomat teljesítettem, hiszen igen, két éven belül másodszorra látogat Ferenc pápa Magyarországra. Ugye az első alkalommal 7 órát töltött mindössze Budapesten, aztán repült Pozsonyba, vagy utazott Pozsonyba, és sokan feltették a kérdést. Ezen a sajtótájékoztatón Péter is ott volt. Sokan feltették a kérdést, hogy két éven belül miért tér vissza újra Ferenc pápa Magyarországra. Azt kell, hogy mondjam, hogy ő maga megadta erre a választ, hiszen Pozsonyból úton Rómába tartott a repülőgépen egy sajtótájékoztatót, általában szokott repülés közben sajtótájékoztatót tartani, ott lehet kérdezni, és azzal válaszolt az újságírói kérdésre, hogy nehogy azt higgyék a magyarok, akikkel ő már korábban Csíksomlyón is találkozott, mondta, hogy ő csak ilyen rövid időt szánt volna erre. Itt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson vett részt, mondott egy misét, és hogy vissza fog jönni, és akkor azt mondta, hogy ő ezt Áder János köztársasági elnöknek is megígérte, hogy még visszatér egy hosszabb látogatásra, és most államfői minőségében is érkezik a pápa. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, hogy az egészségügyi állapota ellenére eljön és végigcsinálja ezt, mert ez nem egy kis munka lesz számára. Ez egy 3 napos látogatás. Ugye, mivel ez államfői vizit is, a mai napi programjában benne van, hogy a Sándor palotában találkozik Novák Katalin köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, és aztán a magyar közéleti szereplőkkel, ami nyilván érdekes momentum lesz, és talán ennek az útnak a küldetését is megismerhetjük, mert a Péter is hallotta, ott volt ezen a sajtótájékoztatón, a programban szerepel, hogy a Karmelita kolostorban mond egy beszédet, ami nyilván a magyarságról szól, de a világnak szól, és mivel háborús helyzet van a szomszédunkban, háború dúl, borítékolni lehet, hogy a béke ennek a beszédnek nyilván hangsúlyos eleme lesz. Ildikó, osztja a véleményemet, hogy a világ szeme rajtunk van most, mert nagyon nagy az érdeklődés, nem csak a pápával együtt utazó újságíró delegáció, hanem akik regisztráltak, és percenként csöng a telefon, aki nem tudott megérkezni, hogy még szeretne tudósítást kapni róla. Tehát nekem úgy tűnik, mintha most egy picit jobban nagyító alatt lennénk. Ez abszolút így van. Nyilván egy pápa látogatás az egy, ahogy Kovács Zoltán is fogalmazott, sok milliós televíziós és online nézettségre okot adó esemény. A pápa horizontja nyilván egészen máshol van, mint általában a politikusoké. Azt gondolom, hogy igaz az, bár ugye nagyon rossz volt a hasonlat, ezt Kovács államtitkár úr is mondta, de körülbelül akkora figyelem hárul majd árad Magyarország felé, vagy Budapest felé a pápa látogatásokán, mint az úszó VB idején volt. Tehát nyilván ez egy kiemelt fontosságú esemény. A legfőbb kérdés, ugye azt, vagy hát ennek a
látogatásnak a jellege. Ugye Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy lelki természetű, lelki pásztori látogatás lesz, de mivel államfői minőségében is itt van, nyilván nagyon fontos az, hogy nyilvánosan milyen üzenetet fog megfogalmazni, és a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy menekültekkel is fog találkozni a pápa, elsősorban ukrán menekültekkel, de a Szentszék magyarországi nagykövet egy interjúban elmondta, hogy afganisztáni, iraki, iráni, dél-szudáni, nigériai menekültekkel is találkozni fog a pápa. Korábban ugye ezen a repülőúton ő a 7 órás a villámlátogatása után 3 dolgot emelt ki: a magyar kormány családpolitikáját, az ökumenét és az ökológiai diskurzust, amit Áder köztársasági elnökkel folytatott. Őt most már Novák Katalin hívta meg a vatikáni látogatásán, és ugye a sajtótájékoztatón újságírói kérdések között szerepelt, hogy a pápa az, akiről Orbán Viktor azt mondta, hogy itt Európában az az egyetlen szövetséges erosz szóval, aki szintén békét sürget, béketerve van, és itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy de a pápa igazságos békét akar, tehát nem ugyanazt érti a pápa, Ferenc pápa a békén, az azonnali békén, vagy a béketerven, mint a kormány, és a Ukrajna területi szuverenitásának a megtartásával gondolja el a pápa. De Szijjártó Péter a BBC-ben, Novák Katalin pedig Ankarában ugye utaltak arra a nyilatkozatukban, hogy egy olyan béke kellene, ahol nem ott húzódnak a határok, ahol most a frontvonalak vannak. Tehát nem fedi le teljesen a béketerv, amit a pápa meghirdetett, a magyar kormány által hangoztatott békesürgetést, De Szijjártó Péter meg Novák Katalin nyilatkozata arra utal, hogy ez nem áll messze egymástól. Igen, hát most a kínaiak is letettek 3 béketervet, és az amerikai mert korábban is, igen. 3 pontosat, úgyhogy meglátjuk, hogy ki és azt meg korábban ugye megkérdezték tőle még ott a repülőn, hogy a migrációs politikáját róla a kormánynak szó esette, meg hogy bármiféle dorgálás történt-e, és azt mondta a pápa, hogy nem. Most a nagykövet, hogy nem volt szó erről a 21-es látogatásán, ő nem hozta föl a migráció témáját, és most a nagyköveti interjúban azt mondta Eduard Habsburg, hogy a Hungary Helps programot figyelemmel kísérik, és Aleppóban, Damaszkuszban, a nyitott kórházak programban közösen vesznek részt, és ezt a pápa is tudja. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a NATO főtitkára azt mondta, hogy Ukrajna megkapta 98%-át, amit kért, úgyhogy most már biztos győzelemmel, békével fog a háború végződni. Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb legalább egy tűzszünet lesz. Belpolitikai események is történnek itt. Megkezdődött, illetve nagyban folyik a pere a végrehajtóknak, és a Végrehajtók Szövetsége az egész testület lemondott. Tegnapi napon Sádl György és az elnökség is, és nem is újra választhatóak. A kormány is benyújtott egy törvénymódosítást, ahol sokkal szigorúbbak lesznek a feltételek meg a eljárások. Péter, egy abszurdum volt, hogy Sádl György egészen a tegnapi napig ennek a kamarának az elnöke volt. Ez egy kicsit érthetetlen volt, de hát nem, hogy értelmezhetetlen is, hogy nem, ez nem egy adminisztratív kérdés volt, és az időzítés az ugye a kilakoltatásnak a határideje 30-a, és másrészt meg május 4-én kezdődik a per. Tehát nyilván ez volt az utolsó pillanat, hogy végre mondjanak le, de még egyszer, egyszerűen értelmezhetetlen, hogy eddig hogyan maradhatott Sádl György a kamarának az elnöke, meg ez az elnökség hogyan maradhatott hivatalban. De ez minden esetre üdvözlendő, hogy végre ez megtörtént. Egy pillanatra még visszatérnék a pápa látogatásra. Parancsoljon, Péter. Mert a miniszterelnök helyettes ugye
úgy beszélt az újságírókhoz, mintha tényleg egy igazi nemzetállam lennénk, és azt kérte, hogy legalább ezekre a napokra viselkedjünk is úgy, mármint a polgárok egyik a másikkal, mint egy igazi nemzetállamba. Az annyit jelentene, hogy ma legalább 3 napig mindenki mosolyogjon egyet a másikra, és az érzelmeit, a túlhevültségét tegye egy kicsit félre? Hát ugye azt mondta Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, hogy az Isten békéje időszak legyen ez a 3 nap a pápa látogatás idején, tehát gondolom, hogy ne csapjanak magasra a politikai indulatok, ne legyenek áldászküzdelmek, és főleg, hogy ugye senki ne tulajdonítson ennek semmilyen pártjellegű megmozdulást, vagy ő azt mondta, hogy ő például nem fog KDNP zászlók alatt vonulni, és ugye itt a békemenet kérdése azért az nagyon hangsúlyosan jelent meg azok után, hogy nagyon határozott utalást tette le Bayer Zsolt, és Semmilyen Zsolt azt mondta, hogy ő a legmélységesebben, legharcosabban ellenezne egy békemenetet. Ő azt mondta, hogy nem is volt erről szó, megfogalmazás kérdése. Bayer Zsolt tegnap este egy kereskedelmi televízióban azt mondta, hogy már katolicizált, és elítéli az akkori gondolatait. Mármint, hogy demensnek meg az embernek nevezte korábban a pápát. Igen. És azt is elmondta, hogy ugyan ma is vannak olyan pontok, amivel nem ért egyet a migráns ügyekbe a pápával, de minek utána ma már katolikus, őt tartja a földi helytartónak, plusz-minusz szó szerint idézett, és természetesen eszébe nem jutna azt mondani, illetve azt írni, amit 8 esztendővel ezelőtt tett. Tehát bízunk benne, hogy az egész nép így áll. Semmilyen Zsolt ugye azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy nagyon régi barátja Bájár Zsolt. A Szilágyi Erzsébet gimnáziumban pattársak is voltak annak idején, és hogy ő nem tagadja meg a barátját. Az ő hatására katolicizált. Nyilván, én nem láttam ezt a műsort, nyilván mivel megérkezett a pápa, Semmilyen Zsoltnak valamilyen mea culpa, Bajár Zsolt, Semmilyen Zsoltnak semmi Freudi. Szín alatt, Bajár Zsoltnak, nem ez nem Freudi volt, Bajár Zsoltnak valamilyen mea culpát kellett tanúsítania, ezek szerint akkor ezt megtette. Én boldogan beszélgetnék még önnel, de sajnos már a gép jelzi, hogy a beszélgetésre szánt idő. Kedves nézőim, sajnos egy hétig most nem fogják Ildikót látni, de mindent megteszünk, hogy újból ellátogasson hozzánk. Őt, az ATV főmunkatársát látták és hallották. Most előzetesek, és már is következik Kis Benedek József, akit a kora hajnali órákban rögzítettünk, mert ezekben a percekben egy másik kereskedelmi televízióban lép föl, de nem akarta, hogy önök hírek nélkül maradjanak, úgyhogy ő következik felvételről, tartsanak velünk, utána híradó, és jövünk vissza.